Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégem Hámori Barbara. Szia! Szia, Laci! Nagyon régóta nem beszéltünk. Olyan jó, hogy itt vagy. Nem tudom, beszéltünk mi valahol? Már beszéltünk már, igen. Úgy futtában. Nagyon régen. Nagyon-nagyon régen. Mi az, hogy showrunner? Ezt próbáljad megmagyarázni. Megpróbálom ezt a szót lefordítani magamba, meg magamnak, de félek, hogy a nézőknek a jelentős része nem tudja, hogy mit akar ez a kifejezés, hogy showrunner. Igen. Ezzel sokan vádolnak, hogy miért erőltetjük ezt a showrunner kifejezést, mert ezt senki nem ismeri. Én egy kicsit úgy vagyok ezzel, mint amikor a Megasztár bejött, ugye, mint egy hatalmas, nagy, népszerű új műsor, és akkor ott megjelent a Lakatos Márk, mint stylist, és akkor senki nem tudta még, mi az, hogy stylist Magyarországon, ugye ennek most már jó 15 éve, vagy 20 lassan. És azt mondta a Lakatos Márk, már pedig ennek a szakmának az a neve, hogy stylist, és ezt meg fogja tanítani az országnak, és hát a Lakatos Márknak igaza lett, mert megtanultuk, mi az a stylist. Én egy picit úgy vagyok ezzel a showrunnerrel, hogy nagyon nehéz lenne azt mondani rá, hogy ez rendező, vagy producer, vagy vezetőíró, mert igazából mindegyik egyszerre. Tehát tulajdonképpen ez a tévésorozatok felvirágzásával együtt született ez a szakma. Uh-huh. Az amerikaiak találták ki, mint ahogy az egész szakmánkat igazából onnan hoztuk, onnan importáljuk. Tehát tulajdonképpen a showrunner az, aki minden egyes tévésorozat epizódot felügyel. Tehát ugye onnantól kezdve, hogy számosságában már nem csak 1, 2, 3, 8, hanem akár 20, 30, 40, 80 részről több is beszélünk. Van már. Sok évad, sok rész. Kell valaki, aki a sok rendező munkáját, a sok kreatív munkáját egy személyben azért összefogja. Tehát az az ember, akinek tulajdonképpen a történettel kapcsolatban van egy víziója, tehát a showrunner minden esetben író is, és a showrunner a legtöbb esetben rendező is. Amerikában vannak különböző változatai ennek, de mondjuk az én konkrét esetemben én alapvetően főként író vagyok, és főként rendező vagyok. És akkor ezt fedi tulajdonképpen a showrunner kifejezés. Így van, és hát mindenbe beleokoskodik természetesen. Mindenbe beleszól, mindenről véleménye van. Szeretnek téged ilyenkor, amikor vélemény formálsz? Én azt gondolom, hogy nem. Ezzel kapcsolatban nincsen probléma. Picit olyan a filmezés, mint a katonasság azért. Tehát a mi szakmánk azért egy eléggé hierarchikus szakma maradt. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert sokkal hatékonyabban működtethető úgy. Tehát a demokrácia azért nagyon szuper, és én általam nagyon kedvelt intézményrendszer, de alapvetően picit lassabban, és ha kevésbé hatékonyan működik, mint a diktatúra. De most viccet félretéve nyilván nem diktatúra van, de hát azért a filmezésben egy nagyon komoly lépcsőzetes hierarchia van, amiben mindenki tudja a saját feladatát, és így tudunk nagyon-nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan dolgozni. Annak idején, amikor én megcsináltam a Kalipszó rádiót, akkor azt mondtam az egyébként egyáltalán nem ismeretlen műsorvezetőknek, hogy gyerekek, a demokrácia ez egy klassz dolog, és mindig adás után működik a másnap adás kezdetéig. A kettő között nincs demokrácia. Sajnos így van. Megértették, nem volt semmi gond vele, de meg kellett nekem is tanulni ezt a helyzetet kezelni. Neked könnyű volt megtanulni? Vagy voltak neked is olyan bukfenceid, amit most már utólag úgy elhagynál? Hát ez érdekes, ez igazából azon múlik, hogy az ember milyen vezető, vagy milyen vezetői attitűddel rendelkezik. Uh-huh. Én azért most már lassan 25 éve vagyok valamilyen formában vezető, és én azt gondolom, hogy a fiatal koromban volt inkább az jellemző, hogy ezek a vadhajtások, vagy vezetői túlkapások talán jellemzőek. És ahogy az ember öregszik, bölcsül, kapja a pofonokat, rájön arra, hogy alapvetően én végtelenül hiszek az úgynevezett nice leadershipben, ezt az amerikaiak így hívják, tehát tulajdonképpen az a típusú vezetés, amiben az ember a kreatív emberekből, mert ugye mi kreatív emberekkel dolgozunk, nem a nyomásgyakorlással, hanem a támogatással hozza ki a maximumot. Tehát én azért megpróbálok, és legalábbis nagyon-nagyon e felé törekszem, és nagyon így érzem magam jól, ha a velem együtt dolgozó kollégák alapvetően jól érzik magukat a bőrükben. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert azért sok emberrel dolgozol, és ez valaki kicsit megsértődik, akkor mint a dominó borul, és borulhat minden így szinten. Így van, és tényleg mélyen hiszem azt, a színészektől kezdve a rendezőkön keresztül,
hogy egy paradigmaváltásban vagyunk, tehát azt, picit azt is gondolom, picit belehallgattam az előző beszélgetésedbe az USZU Szövetség vezetőivel, ugye a különböző botrányok kapcsán, és nagyon sokat gondolkodom azon, hogy vajon miért pont most borulnak ki ezek a telibirik. 30 évvel ezelőtti történetek. Igen, és hogy ugye itt kezdődik a különböző MeToo botrányok, akkor ez az USZU Szövetségi botrányok, akkor akár ne is menjünk el messzire, akár egy vezetői stílus az Eszenyi Enikő kapcsán, ugye, ami tavaly kiborult. És én egy picit azt gondolom, hogy egy nagyon furcsa paradigmaváltás kellős közepén vagyunk, amiben egy régi világban szocializálódott generációnak az új világ azt mondja, hogy ez nem oké már, ami régen oké volt. És egyébként borzasztó furcsa az, hogy valójában én azt érzem, hogy mindannyian áldozatai ennek a korszakváltásnak. Mert hogy azok a normák akkoriban ténylegesen normák voltak, és elfogadott normák voltak, hogy mondjuk egy gyereket egy edző megpofoz. Ma már ez nem norma, és ma már ez elítélendő, és akkor gyakorlatilag... Meg egy tanár engem, Baranyai tanárul úgy vert, ahogy csak bírt, és én már vártam, hogy a nagy lapát keze megjelenjen a fejemen, mert tudtam, hogy oka van, hogy engem most meg fog pofozni. És nem szaladtam haza anyunak meg apunak elmondani, hogy mi történt az iskolában, hanem tudomásul vettem, hogy igaza volt. Így van. Az én generációm már nem ezt tapasztalta, tehát minket már nem vertek, legalábbis az iskolában semmiképpen sem, és én azt látom, hogy a mai 20 éveseknél pedig hát kifejezetten egy egészen más típusú öntudat van, ami egyébként én azt gondolom, hogy egy jó irányba viszi a világot, tehát hogy hozzáteszem, hogy én ezzel mélyen egyetértek, de az is nagyon érdekes, hogy ez az értékrendbeli paradigmaváltás tulajdonképpen hogyan születik meg egy a saját élettartamunk alatt, tehát a saját életidőnkben látjuk ezt. Hogy tud alkalmazkodni a két generáció egymáshoz? A múlt generációja sok-sok tapasztalattal a hátuk mögött, meg az új generáció egészen más elképzelésekkel, és majdnem, hogy nulláról indulva ottal az öregek állítólag abba hagyták, de nem mindenki hagyta ezt abba. Nagyon érdekes a mi szakmánk, mert szerintem a tévésorozat vagy a filmgyártás az egyik olyan ritka szakma, ahol tulajdonképpen ugyanolyan energiával és erővel dolgozik egy 75 éves Molnár Piroska, vagy egy 75 éves Nagy Feró, mint a 20 éves fiatal pályakezdők. És gyakorlatilag ugyanúgy is vannak ők kezelve. Tehát ez egy nagyon érdekes, én azt láttam az életem különböző egyéb szegmenseiben, hogy azért a generációk kicsit leválnak egymásról. Az öregek inkább az öregekkel beszélgetnek. Itt nálunk nem ez van, itt nálunk teljes ilyen gerontott demokrácia van, és nincs különbségtétel. Egyedül a Covid volt, amikor különbséget tettünk a 65 fölöttiek kapcsán. De ez szerintem egy borzasztóan jó dolog. Tehát egy kicsit visszahozza azt a fajta, szerintem eredeti emberi közösségi létezést, hogy az idősek azok ugyanúgy részesei gyakorlatilag a mi közösségnek, és fontos részesei, és nincsenek kirekesztve, és nincsenek leválasztva, és mi borzasztóan sokat tanulunk az ő történeteikből. Tehát én azt látom, hogy a Piroska körül például nagyon sokszor körbeülik a fiatalok, és hallgatják a régi történeteket, mert ezek tanulságos történetek, és egyébként meg szórakoztató történetek is. És hát nyilván a Piroska viszont azáltal, hogy rengeteg fiatallal együtt van, és hát sorolhatnám a többi színészünket, a Szacsvai Lacitól kezdve, a Gálvölgyi Jánoson keresztül. Én azt látom, hogy ők borzasztóan élvezik. Most keresztanyúzunk tulajdonképpen. Keresztanyú, igen, most azért mondtam ezt, mert ezt nyilván ismerik a nézők. De ők borzasztóan élvezik, tehát a Jánosék nagyon élvezik azt a fajta új lendületet, azt az újfajta filmezési technológiát, azt a ritmust, azt a tempót, amit nyilván ők nem ismertek korábban, és én azt látom, hogy borzasztóan jól adaptálódnak az új helyzethez. Miért ekkora egy kamera? Már nem olyan kicsi egyébként, mert most már a tévésorozatok is elég nagy filmes kamerákkal dolgoznak, tehát most már nem az igazság, hogy egyre kisebb az egyre jobb, nem? Tehát ezek azért nagy kamerák, amikkel mi forgunk. De az biztos, hogy mobilisabb és sokkal gyorsabb a felvétel technika, az biztos. Nagy Feróra visszatérve, a rock and roll az fiatalít, tehát... Hát a Feró az elképesztő, tehát a Feró tényleg elképesztő. Ő volt az, aki úgy hordta ki lábon az első hullámba a Covidot. Hát az hihetetlen volt. Tehát a Feróról ugye nyilván mindenki azt gondolta, amikor megkapta a Covidot, hogy ő aztán duplán, triplán, nem tudom hány, négyszeresen veszélyeztetett. Meg se érezte, és ő tényleg olyan, hogy hajnali 6-tól este 8-ig, ha kell, akkor elképesztő fürgességgel és tempóval csinálja az életet. Úgyhogy a rock and roll az tényleg fiatalít. Mennyi időt dolgoztok naponta? Tehát egy nap alatt mennyit tudtok egy sorozatból felvenni? Gondolom nem az egész adást, hanem hát több részre elosztva. Hát egyébként majdnem, mert képzeld el, az úgy van, hogy mi 12 órát forgatunk, tehát 12 órás a műszakunk plusz ebédszünet, tehát majdnem 13 órát ott vagyunk a szedben,
és 2 unit forog párhuzamosan. És 12 óra alatt azért átlagban fölveszünk egy 22-25 percet. Tehát magyarul 2 unit egyszerre egy nap alatt föl tud venni egy egész adást. Az szép. Az hát szép. Nem is lehetne másként. Tehát, és hogy a olyan... napjainkhoz hasonlítjuk, most hol tart a keresztanyú? Hány van már dobozban, és mennyi van, ami arra vár, hogy felvegyétek? Hát gyakorlatilag ugye, amit lehet tudni, vagy ami hivatalos, az az, hogy már a harmadik évad leforgott, ugye most kerülnek adásba ezek a részek, és hát a jövővel kapcsolatban pedig még nem nyilatkozhatok. De lesz folytatás. Nem mondhatom azt sem. Azt sem mondhatom? Nem. Nem. Megpróbálom én kitalálni, de én sem fogom elmondani. Nagyon szeretett csinálni ezt, ugye? Nagyon szerettem csinálni a keresztanyút, és nagyon szeretem csinálni az új sorozatunkat, ami most fog indulni hamarosan, szintén az RTL Klubban, a Hotel Margaretet, ami egy krimi sorozat, amit igazából a Kern András Bújtorféle Tihanyi krimi vonalon. Hát ugye nekem az gyerekkorom fontos filmélményei voltak ezek, és egyébként a gyerekkorom fontos élménye volt a Te Poptari Top műsoron, és azért azt hadd mondjam, mert nyilván minden vendéged elmondja, de nekem is muszáj elmondanom, mert így ültem a kazettás Magnónnal, és vettem fel, és rohadtul idegesített, hogy mindig belebeszéltél az elejébe, de azért... A Magnós részben soha. Jó. De egyébként igen. De hogy ettől függetlenül a Bújtor és a Tihany, az nekem nagyon fontos. Megunhatatlan filmek. És egy picit most visszakacsintunk oda, úgyhogy Tihanyba forgattunk most nyáron egy új napi krimi sorozatot, ami nem sokára meg fog jelenni a képernyőkön, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a fogadtatást. Mi kis falunk? Mi kis falunk az egy szlovák eredeti sorozat, amiből a Kapitány Ivánnal közösen álmodtunk egy magyar sorozatot, és hát igazából az újkori magyar tévésorozatgyártásnak szintén egy nagyon fontos mérföldköve lett, hiszen egyrészt bebizonyosodott az, hogy a közép-kelet-európai néző az sokkal jobban kíváncsi a közép-kelet-európai történetekre, mint az amerikai történetekre. Nyilván. Nem gondolhattuk ezt feltétlenül, hogyha belegondolsz, az azt megelőző 15-20 évben voltak törekvések, hogy mondjuk egy rémrendes család amerikai változatot megcsináljanak magyarul, és az nem működött, vagy voltak ilyen nyugatiasabb kísérletek. De úgy tűnik, hogy a magyarok ezeket az úgynevezett falus vagy vidéki sorozatokat, vagy vígjáték sorozatokat sokkal közelebb érzik. Főleg, hogyha viccesek és egy picit az életből merítettek, vagy pedig éppen hozzá álmodott dolgokból áll. De a mi kis falunk tulajdonképpen erről szól, hogy zseniális szereposztás, azt tegyük rögtön hozzá, mert az kellett hozzá, hogy ez sikerhez ekkora legyen. Így van. Igen, azt gondolom, hogy Csúlya Imre, Reviszki Gábor, Udvaros Dorottya, Lengyel Tamást, Lovas Rózsi nélkül nem lett volna az. Igen, ezek meghatározták ezt a bizonyos sorozatot. Egyébként visszatérve a dologra, hogyha New York utcáin lángost akarnál árulni, ez nem biztos, hogy siker lenne. Kezdve, de most voltam kint Dubajban egy pár napot telelni vagy nyaralni, és ugye kint van az Expo, és van egy fantasztikus magyar épület, tényleg egyébként lenyűgöző, amit ott a magyarok oda tettek, és hatalmas, hosszú sorok álltak a magyar épület előtt, és nem értettük, hogy mi ekkora... Nem, majdnem, tehát az történt, hogy ők gyakorlatilag újraértelmezték, tehát kivitték a kis tücsök séfjét, és újraértelmezték a magyar konyhát, és természetesen tejfölös sajtos lángost is lehetett kapni, és óriási sikere volt a tejfölös sajtos lángosnak, a világ összes országából oda csődültek ebédelni, úgyhogy nem vagyok ebbe teljesen biztos. Hát ez egy helyzet, ez valahol... De azért valahol a tejfölös sajtos lángos jó, tehát azért azt ne vegyük el tőle. Ne, az egyébként nagyon, de próbáld New York utcáin, ott az egyik bódéban kapod a különböző sztékeket, a másikban pedig ezt áll, az nem biztos, hogy sikerülne. Hoddogot kapsz New York utcáin. Hoddogot kapod New York utcáin, igen. Igen, nem sztéket. Hát sztéket is, hogyha éppen az úgy alakul. Az street foodban inkább hoddogot. Hoddogot, igen, ez is igaz. Na, a lényeg a dologban az, hogy nem biztos, hogy mindenkinek a fejében tud keveredni a világ, és azonnal el tud fogadni mindent, ami Amerikából jön, meg fordítva is igaz. Ami Európából megy Amerikában, nem biztos, hogy amerikai azonnal el tudja fogadni. Tehát bizonyos átfedések vannak, és lesznek, és lehetnek. És ez van mindig, hogy ki mennyit utazott, mennyit olvasott, mennyit látott a világból, ennek megfelelően tudja berakni a gondolatait, adott esetben a helyzetbe, vagy éppen elutasítani. Így van. Ezt teljesen jól látod, szerintem is így van. Azt látom én a magyar tévénézőkön, illetve a magyar nézőinken, hogy az azonosulás az borzasztó fontos. Tehát az, hogy azt érezze, hogy ez egy kicsit az ő története, vagy a szomszédja története, vagy az anyja története. Tehát azt tudja mondani magába, hogy aha, velem is megtörtént ez a hasonló, vagy én is ismerem ezt a szituációt.
akkor tud nagyon érzelmileg kötődni a sorozatokhoz. A magyaroknak van még egy nagyon nagy baja, az első szavuk, amit mondanak, az a nem. De a gyerekeknek is, nem? Amikor gyerekeknek is, és hát ha felnőtt elmondsz egy történetet, akkor nem, ez nem jó. Miért nem? És nem tudja megmondani. Nem. Igazából rosszul csomagoljuk be, én azt látom. Ugye én Amerikában nőttem fel, én, nekem talán az első nyelvem az angol volt, és inkább azt látom, hogy az amerikai is mond nem, mert csak sokkal udvariasabban mondja. Azt körbeírja. Azt mondja az amerikai, hogy nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, de mit szólnál ahhoz a verzióhoz, hogy, és akkor rögtön elmondja a sajátját. És egész más az optikája abban a pillanatban, hogyha kap egy pozitív megerősítést az előző ember, és nem rögtön letromfolja. Úgyhogy sajnos erre, igen, erre azért én is próbálom tanítani a kollégáimat, hogy ne ez a folyamatos tagadás legyen, igen, mert ez, igen. Ez egy rossz beidegződés nálunk. Én azt szoktam mondani, hogy talán lehetne másképpen, mi a véleményed róla. Igen, hát ez már egy teljesen nyugatias abszolút gondolkodás. Igen, mert nem lehet, a nem az nem igazából, meg az igen, az sem, gondolkodjunk. Nekem volt egy matek tanárom, ezt már sokszor elmondtam, azt mondta, hogy a nyakadon a fejed nem azért van, hogy kalapot tegyél rá. Az egy másodlagos funkció. Hanem azért, hogy használd, ami benne van. Gondolkodjál. Ez egy nagyon fontos dolog. Drága örökösök, annak vége? Vagy igen, az egy lezárt történet. Ez tényleg lezárt történet volt, igen. Egy év, egy kerek év, megkapták az örökséget. Így van, és vége a sztorinak. Így van. Mindenki nagyon meggyászolta a sorozatot, nagyon szomorúak voltak, de hát ennek ez volt a természete. Hát általában mindig azt szokták mondani, de akkor kell abba hagyni, amikor a legjobban működik a dolog, de ez még a mi kis falunkra, meg a Keresztanyira nem vonatkozik. A mi kis falunk azért más eset, mert az egy heti sorozat, ott teljesen más az élet görbéje. Igen, azért egy napi sorozat sokkal hamarabb elfárad, kiég. Tehát az már nincsen, ami régen volt, hogy 20 évig tud menni egy Barátok közt. Tehát szerintem az a világa sehol nincsen már. Tehát sokkal elképesztő mennyiségű információt, új sorozatot kapnak a nézők, és hát nekünk is meg kell mindig újulni. Úgyhogy én azt látom, hogy napi sorozatoknál ez a 3-4 évad az a lélektani határ, amikor azt mondjuk, hogy itt a vége. A heti sorozatoknál ez el tud menni akár 8-10 évadig is, hiszen ott azért sokkal ritkábban találkoznak a nézők a szereplőkkel. Te melyiket szereted, a napit vagy a hetit? Én mind a kettőt szeretem, alapvetően a napi nyilván egy sokkal rakkolósabb és sokkal kevésbé kimunkált dolog, mert hogy sokkal kevesebb időnk van rá, tehát azért azt tudni kell, hogy egy heti sorozatot általában 5-7 nap alatt veszünk föl egy részt, az előbb ugye megbeszéltük, hogy a napi sorozatból ez 1-2 nap maximum. A napi sorozatban azt szerettem, hogy borzasztó sok színésszel tudok dolgozni, és nagyon sok helyzettel tudok találkozni. Tehát gyakorlatilag olyan, mint a zongoristának az új gyakorlat. Egy ilyen nagyon-nagyon kötelező és nagyon rakkolós dolog, de valójában anélkül nem fogod tudni soha lejátszani azt a lisztdarabot, hogyha nem csinálod meg előtte az új gyakorlatokat. Tehát, hogy én azt érzem, hogy a napi sorozatok egy olyan rutint és egy olyan iszonyatos magabiztosságot ad minden alkotónak, hogy innen sokkal könnyebb átülni már egy azt mondom, egy prémiumabb heti sorozat rendezői székébe. Vannak olyan színészek, akik betanulják a szerepet, mondják, és hogyha valaki improvizál mellettük, akkor sokszor szétesnek. Egy ilyen sorozatnál mennyi az improvizáció, és mennyi az úgymond betanult és elmondott szöveg? Érdekes nagyon, amit mondasz, mert színésze válogatja. Tényleg van olyan karakterünk, aki nagyon-nagyon-nagyon készül, és kihúz, és aláhúz, és magol, és újra magol, és úgy. És ővelük azért nagyon nehéz az, amikor például összekerül egy olyan partnerrel, egy olyan színésszel, aki ott helyben tanulja meg, mert hogy így fog az agya, és egyébként van egy csomó ötlete, amit hoz, és mi lenne, ha nem azt mondanánk, hanem ezt mondanánk. Úgyhogy helyzete válogatja azért most attól, hogy most már lassan 2 éve együtt dolgozunk ugye ezzel, ugyanazzal a stábbal, azért szépen ki lehetett a számolni, kivel hogyan lehet haladni. Úgyhogy vannak kifejezetten örömjátékok, ahol olyan színészek kerülnek össze, akik inspirálják egymást, és egymásra improvizálnak, tehát a Gál Völgyi erre egyébként a Hernádival nyilván 1000 éve spáros, egy csodálatos példa, de a fiatalok között is azért kiemelném például a Keresztanyú rendőrségén a Dóra Béla, Konfár Erik párost, akik teljesen új dolgokat hoznak be. Menet közben, és tényleg mi is szakadunk azon, amiket kitalálnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg színésze válogatja, hogy ő bennük mennyi az írói kvalitás. Ezt a végeredményben nem lehet látni szerencsére. Én is tudom, hogy ki az, aki, ha nézem a darabot, és nézem minden nap, ott ülök a Keresztanyú, ez nekem nagyon fontos.
Neves megírta, és a kedves nézőse. Nagyon örülök neki. Nagyon szeretem nézni, és várom már a mai napot is, hogy mi lesz. Konyhafőnök lesz ma, ugye? Ma konyhafőnök lesz, igen. Szóval várom, hogy mi történik, és a darabból, a játékból én nem tudom, csak az emlékeimből ki az, aki szeret improvizálni, és ki az, aki bemagolta a szerepet. Mert ezt viszont nem lehet látni, és ez a legfontosabb, azt hiszem. Én is azért erre büszke vagyok, hogy ez szépen kiegyenlítődik azért a végeredmény szempontjából. Ez az új darab mikor kerül képernyőre? Hát egy pár nap múlva el fogom tudni mondani. A hivatalos információ az, hogy tavasszal, 2022 tavaszán. És ez a keresztanyú után rögtön fog indulni. Keresztanyú véget ér? Nem, párhuzamosan fog menni a kettő együtt. Ne is ér, nem? Még annyi minden van, még kell egy új polgármester. Ugye? Ki lesz a polgármester? Ez az. Nem lehet. Nem mondhatom el, sajnos. Majd megsúgom adás után. Oké, rendben van. És akkor lehet a különböző fogadásokat kötni. Csak úgy zárójelben mondom, volt egy tévéműsor, amelynek a végeredményét én tudtam, és a baráti körömben mindenki nézte, és én komoly pezsgőkbe fogadtam a végeredményt illetően, csak aztán rájöttek, hogy ezt én megtudtam valahonnan, és aztán egy gram pezsgőt nem kaptam ebből. Csaltál, mondták. Te újságíróként, rádiósként, tévésként kezdted a pályádat sok évvel ezelőtt. Nem hiányzik a rádió, a televízió, vagy minden megvan most itt ebben, szinte egyszerre? Rádiós azért rövid ideig voltam, inkább csak gyakorlatoztam ott nálatok a reggeli csúcsban. Na, úgy reszkető térdekkel mentem be oda a pagodába annak idején hozzátok, mert az a fellegvár volt. De aztán nekem hamar kiderült, hogy én amikor elindultak a kereskedelmi tévék, akkor én inkább televíziós irányba akarok menni. Én azt mondom, Laci, hogy én azért a tévéből 20 év alatt mindent kipróbáltam, amit akartam, és valójában a fikciós sorozatok az egy teljesen új minőség és teljesen új dimenzió nekem, és egy picit hazatalálás is, mert hogy én alapvetően bölcsészlány lennék, magyar nyelv és irodalomszakon végeztem, illetve kreatív írást tanultam Amerikában és Angliában, tehát valójában érdekes módon az eredeti szakmámat azt most tudom igazából kiaknázni, mert hogy a televíziós szerkesztőként ugye hiába az ember ír fel konfokat, stand-upokat, ezt azért ez egy teljesen más minőség. Az egy kiszolgáló helyzet, ami kiszolgált másokat. Én azt is nagyon szerettem. Én azt gondolom, hogy anélkül, a 20 év nélkül, hogy végig ne csináltam volna a realityket, a vetélkedőket, az összes műfajt, nem ismerném annyira a tévénézőknek az ízlését. Tehát azért az egy nagyon-nagyon fontos része volt az életemnek, hogy ott megtanultam azt a fajta kereskedelmi televíziós gondolkodást, ami egyébként nélkülözhetetlen a fikciós sorozatokhoz is, mert hogy valójában a néző az ugyanaz, akire építünk. Abszolút. Én, mint rádiós, azt mondom, hogy ki kell menni az emberek közé, ott hallod meg, hogy mit szeretnek, vagy mit szeretnének hallani a rádióban. Igen. Tehát ha bennülsz és nem mész ki, és ez nekem annak idején az első Poptarisznyák során is ez volt a véleményem, hogy ha ott vagy közöttük, akkor elmondják, és följönnek a színpadra, jázd le ezt meg, csak nem is jutott eszembe, és amikor följönnek és mondták, mondom, tényleg. A Poptarisznyát mindenki hallgatta, nem? Mindenki hallgatta. Ugye mindenki? Most is sokan hallgatja, most tudom, is millió fölött tudom. Van. Ez igen. Hol vagytok most? A retro? Retro rádióban, igen. Nagyon jó. Ott is van, de változatlan ki kell járni az emberek közé, és én azért nem hagyom abba soha a diszkót. Én mindig ezt szoktam mondani, amikor kérdezik, hogy na és akkor mit szólnak a barátok, a család, és mondom, a barátok meg a család, hogy mit szólnak, az egy dolog, engem tudjátok mi érdekel, hogy a körmösöm mit mond, a kozmetikusom mit mond, a fodrászatban mit beszélnek hát a csajok. Ez az. Engem ez érdekel, nem az, hogy az én baráti köröm mit mond, ez egy teljesen burok. Meg mit mond a család, az mindenki elfogult egy persze, picikét. Persze, hát hogyne. Mennyire tudod a családot, ha már itt tartunk, összerakni a munkáddal? Hát nekem 3 gyerekem van, a igen. 2 az már kvázi kirepült, a Juliska velünk dolgozik a produkcióban első asszisztens, úgyhogy vele nagyon, nagyon szuperül lehet együtt dolgozni, közgázt végez párhuzamosan. Az Oliver kint tanul Londonba, szintén filmezést, úgyhogy ő most első éves a London Film Academy-n. És van egy kicsi fiacskám, aki most volt 9 éves pont a hétvégén, és ő pedig járja az általános iskolát. Hát úgy lehet megoldani, Laci, hogy nekem azért vannak segítőim, tehát nekünk van egy állandó kvázi nevelőnőnk. Uh-huh. Több, mint babysitter, nem szeretem babysitternek hívni. Az nem hívni. Jó név, igen. Inkább nevelőnőnek szeretem, mert annál sokkal
fontosabb munka az, amit ő végez a Gedeon mellett. És hát természetesen van egy csodálatos férjem, aki egyébként alkotótársam is, mert ő vezetővágója az összes produkciónknak. Úgyhogy igazából jól menedzseljük, azt gondolom, ezt az össze-vissza családunkat, ami van nekünk, de én azt gondolom, hogy ez jól. Egy családi produkció, hogyha hát lassan, igazából úgy belegondolok. Gyerekek belenőttek ebbe, belenőttek igen. A dologba. Igen. És akkor többet tudtok együtt lenni, még akkor is abszolút. A munkával, mint hogyha te mennél balra, ő meg menne jobbra, igen. És aztán ki tudja, mikor és hol találkoztok. Pedig a lányom egyébként lázadozott, tehát ő azért ment közgázra, meg ő egy nagyon okos lány, és tényleg szuperül érettségizett, és nagyon jó tanuló volt, és ő elment a közgázra, hogy ő belőle rendes, rendes közgazdász legyen, és aztán 3 évig próbálkozott egy reklámügynökségnél, hogy akkor a szakmájába helyezkedjen el, de aztán az hazafutott, és azt mondta, hogy anya, én filmezni akarok mégiscsak. Pedig nagyon-nagyon ellene volt, nem akarta azt, hogy az anya árnyékában, meg mindenki majd úgy ítélni meg, és mondtam, hogy toljál bele, Julika, csináld úgy a dolgodat, hogy te legyél a legjobb, függetlenül tőlem abban, amit csinálsz, és tényleg ő az egyik legjobb most nálunk, úgyhogy nagyon büszke. Nem azért, mert a mama vagy, hanem abszolút egyébként nem azért, is. Mások ebben, is ebben ezt mondják. Kifejezetten szigorú is vagyok egyébként a gyerekeimmel, hogy tessék meg mérettetni a saját súlyotoknál fogva. Van-e még valami ötleted, Barbara, olyan, amit mindenképpen szeretném megvalósítani, de még nem került rá sor? Képzeld el, Laci, hogy nekem nagy álmom, de egyelőre csak dédelgetett álmom, én szeretnék zenés filmet, vagy zenés sorozatot csinálni. Gondoltam, hogy ezt tetszeni fog neked. Az igen. Mégpedig azt gondolom, hogy van Magyarországon azért egy-két olyan komoly zenekar. Ugye most láttuk a külföldi mintákból, hogy csináltak egy Elton John filmet, csináltak egy Queen filmet. Most mindenféle konkrét nevek nélkül azt gondolom, hogy vannak még köztünk olyan élő ikonok, akikkel érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy csinálni gyakorlatilag velük egy filmet, vagy egy minisorozatot. Úgyhogy ezt dédelgettem a közeljövőre, a következő 3 évben, hogy egy ilyen szívhez szóló zenés filmet, vagy minisorozatot megvalósítsak. Én azt hiszem, minél hamarabb meg kellene ezt csinálni. Hogy ki ne halljanak, tudom. Borzasztó ezt mondani, de ez a helyzet. Nem leszünk fiatalabbak. Azon leszek. Te viszont igen. Barbara, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Jó volt veled beszélgetni. Köszönöm, Laci. Önöknek pedig, kedves nézők, köszönöm a figyelmet. A viszontlátásra.